Szeretettel köszöntelek. 18. videójához érkezett az a kihívás sorozat, amit leginkább magamnak tettem, hogy minden nap meséljek valamiről, vagy tegyek fel valamilyen tartalmat. Annál is inkább, mert számomra sokkal egyszerűbb, hogyha valaki személyesen itt van, és neki kérhetek választ egy konkrét kérdésre. Az ilyen videóknál kénytelen vagyok önmagamra hangolódni, hogy mi az, amiről mesélni szeretnék. És erről az jutott eszembe, hogy mennyire jó, hogyha önmagunkhoz képest mérjük a dolgokat. És hogy el lehet veszni még egy nehéz helyzetben is, amikor mondjuk benne vagy egy változásban, válságban, amikor mersz lépni mégis a félelmeid irányába egyet, és akkor azt mondják, hogy jaj, hát ezt miért nem tetted meg már korábban, ez annyira egyszerű. Vagy mit tudom én, egy fogyókúránál is szokták mondani, hogy csak a keretterű kérdése az egész. De most nézzünk mondjuk egy tériszonyos embert, aki felmer lépni a létrának az első vagy a második fokára, és akkor tudom, egy toronyugoró nyugodtan mondhatja neki az, hogy hát az semmiség. Pedig igenis óriási dolog, amikor megjelenik benned a félelem, és mégis mersz a felé elindulni. Mint ahogy mondtam, hogy a sötétségben, a válságokban sokszor a félelem vezet. Ő lesz az ajtó, ami megmutatja azt, hogy hol vannak elzárt én részeid, tilosba kitett tulajdonságaid, erőid, amire valamikor egy törvény, egy megszokás azt mondta, hogy ez veszélyes, inkább ne. És ha ezeken az ajtókon apró lépésekkel, amikor mégis megteszed, bár félsz, mint a versemben, ahogy írtam, hogy minden rendben van, csak félek. Igen, az természetes egy ilyen helyzetben, de mégis megteszed, akkor az újabb és újabb lépések tapasztalata egyszer csak megnyitja azt az ajtót, és megszűnik a gát. Egyszer csak azt érzed, hogy egészebbé váltál, hogy bizonyos szituációkban már nincs, ami visszafog, hanem szabadon dönthetsz, hogy meg akarod tenni, vagy sem. Mert sokszor azért nem merünk átélni érzéseket, mert félünk, hogy beleragadunk. De nem így van. Hogyha sikerül barátoddá tenni, akkor szabadon dönthetsz ezután, hogy azt az eszközt használod-e, vagy sem. De most leginkább arra szerettem volna kitérni, hogy amikor már nagy nehezen mégis megtetted azt az első lépést, akkor légy büszke magadra. És te se hasonlítgasd magad másokhoz, hogy másoknak ez mennyire könnyen megy. És ha meg tudod tenni, akkor az egyik füleden be, a másikon ki, amikor azt mondják, hogy ez semmiség. Mert az igenis neked óriási dolog. Amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor egy ilyen mesével mondtam el nekik, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy csibe, aki kapirgált egy patak partján, és már nagyon éhes volt, mert nem talált kukacot. Kicsi volt a szárnya, átrepülni nem tudott a túloldalra, pedig ott olyan zöldednek látszott a táj, és egyszer csak megjelent ott a jó tündér, és azt mondta, hogy gyere hát hozzám a túlsó partra, és akkor adok neked egy olyan etetőt, amiből soha nem fog kifogyni az étel. És akkor a csibe nekivágott, és beleugrott a vízbe, és majdnem megfulladt, és akkor visszaúszott, de aztán utána újra elindult,
És akkor szép lassan megtanulta, hogy hogy tud belekapaszkodni az úszó ágakba, hogy néhol sekélyebb a patak, és ott egy pillanatra le tudja tenni a lábát. És sokat küzdött, és átért a túlpartra. És akkor a jó tündér odaadta neki az etetőjét. És akkor elkezdett jó ízűen lakmározni, és egyszer csak a patakba arra úszott a ponty, és meglátta azt a finom kövér gilisztát, amit éppen eszegetett a csibe. És megkérdezte tőle, hogy hogy jutott ehhez a gésztához, és ahhoz a csodálatos etetőhöz. A csibe azt mondta, hogy hát át kellett úsznom a patakon. Csak ennyi. És akkor megkérdeztem a gyerekeket, hogy igaza volt-e a ponynak. Derűs estét mindenkinek.